Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A mi segedelmünk és Isten tiszteletünk megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten tiszteletünket a 25. Zsoltár első két versének az éneklésével kezdjük meg. Fönnállva énekeljük az első verset, helyet foglalva a másodikat. Így kezdődik a Zsoltár: szívemet hozzád emelem. És hívjuk segítségül a Szent Lelket, a 396. dicséretet énekeljük. Az első vers így kezdődik: ébredj, bizonyságtévő lélek. Shook the
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól mi hozzánk a Szent Háromság vasárnapján Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levelének a 8. fejezetéből, a 18. verstől a 30. vers végéig terjedő szakaszt olvasom, amit kérem, hogy a gyülekezet helyét elfoglalva hallgasson, tehát a római levél 8. fejezetének a 18. versétől így szól Isten igéje. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alá vetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsősége szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít is a lélek a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Áldja meg a mindenható Isten az ő igéjének hallgatását, szívünkbe befogadását, megtartását, fönnállva imádkozzunk Bart Károly szavaival. Urunk, Istenünk, jó atyánk, a te népedként és gyülekezetedként gyűltünk egybe szent színed előtt. Jól tudjuk, hogy mi olyan nép vagyunk, mely kevéssé tisztel téged, olyan gyülekezet, melynek joggal vetheted a szemére, hogy együtt is, de külön-külön tagjaiban is újból és újból elfordul tőled. De te, a te végtelen irgalmasságodból mégis magadhoz hívtál minket, s mi eljöttünk téged imádni, neked hálát adni, téged jól vagy rosszul dicsérni, ahogy tőlünk telik. Ez órában is légy velünk, Istenünk. Tartsd távol az ige hirdetésétől és hallgatásától mindazt, ami hamis, fonák, veszélyes, kusza, félrevezető és unalmas. Nyisd meg szánkat és fülünket, világosíts és újíts meg bennünket, hogy soha se legyünk restek az ige hirdetésében és hallgatásában, hanem Jézus Krisztus által, akit a világra küldtél, legyünk az igédnek cselekvői, és így olyan emberek, akikben kedved tellik. Amen. Egy énekverssel készüljünk az ige hallgatására, a 174. dicséretet énekeljük, mely így kezdődik.
Atya, Fiú, Szent Lélek. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, az előbb hallott levél részlethez a mai napra ajánlott új szövetségi ige szakaszt olvasom, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 16. fejezetéből, a 6. verstől a 10. vers végéig terjedő ige szakaszt, a megnevezett helyen, tehát a cselekedetek könyvének 16. fejezetének a 6. versétől így szól Isten igéje. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitiniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Ezért Mízián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy makedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Makedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Makedóniába, mert megértettük, Isten oda hívott minket, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Eddig Isten írott igéje, tessenek helyet foglalni. Nemes gyülekezet, szeretett testvéreim, a felolvasott olvasmányunkban, a római levél részletben sok mindent megtalálunk azzal kapcsolatban, amit itt visszaigazolva találunk az alapigében. De az ige hirdetésnek a summázatát egy más helyről, a római levél 8. fejezetéből, egy korábbi versből szeretném idehozni, és kimondani már a prédikáció elején. Itt olvassuk, amit Pál apostol így fogalmaz meg, akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Talán már említettem itt az elmúlt hetekben, igehirdetésben, hogy az apostolok cselekedeteiről szóló könyv lényegileg a Szentlélek cselekedeteiről szól. Hogy tudnilik, Krisztus lelke az ő választottain, az apostolokon keresztül miképpen munkálkodik. Ennek ékes példája ez a felolvasott néhány vers is. Onnan szeretnék elindulni, hogy egy picit utalok az előzményre. Mégpedig azért, hogy nehogy bárki azt gondolja, hogy ezek az emberek annak idején, ott az első pünkösd után minimum fél méterrel a föld fölött lebegtek, és úgy minden úgy ment, mint a karikacsapás. A 15. fejezetben azt olvassuk, hogy Jeruzsálemben tartottak egy zsinatot, ez az első keresztjén nagy zsinat tanácskozás, amelynek a révén egy konszenzus született, hogy tudnilik, miképpen fogadják be a pogányokból Krisztushoz térőket, a görög-római keresztjéneket. Ezután bizonyos értelemben egyfajta felhatalmazással Pál elindul a társával, Barnabással egy újabb, ami számozásunk szerint a második missziói útjára, és ahogy elindulnak, a Szentíró azt mondja, hogy meghasonlás támad közöttük, és elválnak egymástól. Ez a második missziói út nem jól indul, mert a szószoros értelmében apostolok között, elhívott szentek között
nézetbeli, a szószoros értelmébe nézetbeli különbség támad, és elválnak egymástól. Ami talán példaértékű, nem úgy válnak el, ahogy mi a magyaros, vagy inkább lehet, hogy ez a pontosabb jelző, kurucos virtusunkkal szoktuk tenni, hogy tudnék az ajtót egymásra csapjuk, meg még el is mondunk egyet s mást egymásról, hanem testvéri módon. Kezet nyújtottak egymásnak, békességben és testvériségben. Az utak külön váltak, de egy valami megmaradt. Annak a bizonyossága, hogy ugyanaz az Úr hívta el őket, ugyanannak az Úrnak a megbízatásából ment ki-ki a maga útján, és azt is tudták, hogy érte munkálkodnak. Nevezetesen, hogy a Krisztus evangéliuma növekedjen, és minél többen legyenek hívővé keresztjénnél. És abban egészen biztos vagyok, ismerve Pál apostol leveleit, és ugyanezt feltételezem Barnabásról is, hogy bár külön utakon jártak, de a mindennapi imádságaikban ott volt a másik is. Valahogy így, ezzel a testvériséggel indulnak tehát külön utakon, és a következő érdekes dolog itt jön, ez már a felolvasott rövid szakaszból derül ki, hogy tudnélik, gyakorlatilag, ha valaki ismeri egy kicsit a térképet, a földközi tenger keleti medencéjére kell gondolni, Antiókiából, ami Szíriához tartozik, ez a keleti része a földközi tengernek, onnan indulnak el, jönnek át a mai Törökországon, az egykori Kis-Ázsián, jönnek észak-nyugat felé. És mit mond a Szentíró, aki valószínűleg ő maga is ott van? Hogy tudnék, a lélek nem engedte sem azt, hogy ide menjünk, sem pedig, hogy oda menjünk. Ha én lettem volna ott, akkor azt mondanám, azt mondtam volna, hogy a baj nem jár egyedül. Nem elég az, hogy összeakasztottuk a tengelyt, de még igazából az sem látszik világosan, hogy hová kell mennünk, hogy milyen irányt kell tartanunk. A Cselekedetek könyvében sokszor azt olvassuk, hogy kapuk megnyílnak. Most is ez lesz majd a végkicsengés. De vannak olyan kapuk, amelyek lezártak maradtak. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. És ezeket a lezárt kapukat nem akarták döntögetni Pálék. Nem dörömböltek azokon. Nem próbálták a maguk erejéből bevenni azokat a tartományokat, hanem lehet, hogy nem értették egész pontosan, hogy a lélek mit szeretne velük, de engedtek a léleknek. Pünkösd után, szeretett testvéreim, nem nagyon mondhatom ki azt csak, amit megértek a Szentírásból, hogy a Szentlélekre történő odafigyelés az egyfajta készség, egyfajta nyitottság. Az többször elhangzik, hogy az imádságaink azok nem monológok. Lehet, hogy olykor talán azt gondoljuk, hogy mi mondjuk, és akkor lehet, hogy valaki ott a távolban meghallgat. Az imádság, a hitből fakadó imádság dialógus, és akkor, amikor annak eljön az ideje, akkor az Úristen a lélek által megmutatja, hogy milyen irányt kell tartanunk. Ahogy mondtam, keletről észak-nyugat felé tartanak, esetleg otthon nézzék meg a térképen, bibliai térképeken látható Troász, az égei tenger partja, a Dardanelláknak a keleti oldala, ahol Pál apostolnak egy látomása van. És ebben a látomásban egy makedón férfi áll előtte, és ez a makedón férfi azt mondja neki, hogy jöjj át Makedóniába, és légy segítségünkre.
Bibliát olvasó és ismerő emberek tudják, hogy ezek a látomások, ezek végig kísérik a Szentírást. Szinte a kezdetektől fogva, a hit atyától, Ábrahámtól kezdve, egészen az utolsó bibliai könyvig, a János jelenések könyvéig, és végig a prófétákon, és mondhatnék millió példát, itt vannak ezek a víziók. Szeretett testvéreim, az előbb azt mondtam, hogy a Szentlélekhez imádságos lelkület és érzékenység kell. Ebben a világban, amiben élünk, sokféle látomás és sokféle vízió van. És sok minden, szándékosan használok ilyen markáns kifejezést, telepedik ránk. És lehet, hogy észre sem vesszük, de befolyásol bennünket. Én attól tartok, hogy sokszor nem a jó irányba, hanem a rossz irányba. Krisztusi érintettség és érzékenység, hogy e kaotikus világnak az ingereiből kiszűrjük azt a hangot, ami az övé, ami tiszta, és amely utat mutat. Hova hívják Pálékat? Egy tartományba. Én ezt egy kicsit szeretném kiszélesíteni, és a dolog itt még érdekesebb és izgalmasabb lesz. Egy másik kontinensre. És ezt a kontinenst ismerjük, mert ennek a polgárai vagyunk. Ez pedig Európa. Azt mondja a makedón férfi a látomásba, hogy jöjj át, és légy segítségünkre. Az a világ, az első század közepén járunk, vagy az első harmadnak, vagy a második harmadnak az elején, az egy globális világ volt. Sok szempontból nagyon hasonló a maihoz. Néhány pozitívumát hadd mondjam el, egy rövid történeti betétet hadd tegyek ide az ige hirdetésbe. Pálapostolék nem nagyon tévedhettek el, még azt mondom, hogy térkép sem kellett nekik, mert ha ráléptek egy római útra, akkor az utak azok, ahogy mondta a szállóige, Rómába vezettek. Minden út Rómába vezet. Egy kiváló infrastruktúrával megáldott világ volt az. Egy gazdaságilag jól szervezett belső piacokkal bíró, és még mindig élt, ami nagyon lényeges és fontos volt, az úgynevezett Pax Romana, a római béke, amikor a birodalom polgárai külső fenyegetettségektől mentesen élhették az életüket. Amióta a világ, jobbnál jobb jogrendek születtek, az ember maradéktalanul ezeket soha nem tudja betölteni, hát a római jog egészen a mai napig meghatároz bennünket. Nem volt probléma a nyelv sem, nem volt igazából kommunikációs probléma, mert a földközi tenger az első században a birodalom keleti részében a legtöbb ember beszélt görögül. Pál apostol is görög környezetből jön, zsidó ember lévén, a görög világban, a görög kultúrában nő föl. Szóval sok minden rendben volt ebben a birodalomban. De úgy tűnik, hogy azért mégis volt hiány. Volt vákum. És hogyha nekem ezt meg kellene fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy ez egy lelki, egy hitbeli, de az is talán helytálló, hogy egy morális vákum. Vallásosság szempontjából a római birodalomban minden volt. Ma, amikor a 21. század elején azt mondjuk, hogy itt mindenféle vallás jelen van Európában, ez helytálló, ez így van. De abban a korban és abban a világban a mi képzeletünket felülmúlóan annyiféle istenség temploma, oltára, hogy annak valóban se szeri, se száma.
De mégis volt egy lelki vákum, egy hiány. És ebben a látomásban valaki azt mondja, hogy jöjj, és légy segítségünkre. Európát emlegettem, az Uniónak is a tagjai és polgárai vagyunk. Ennek az Európai Uniónak van egy himnusza. Akkor, amikor ennek a himnusznak a dallamát a zeneszerző Beethoven írta, a 9. szimfóniának a betétjéről van szó, akkor ő abból már semmit nem hallott fizikálisan. Akkor sem, amikor az ős bemutatón ott állt a karmesteri pódiumon és vezényelt a biztonság mögött, bár ő nem tudta, ott állt mögötte egy másik karmester, mert ő nem hallotta a zenekart, de belül hallotta a hangot. És volt érzékenysége, és volt készsége, hogy egy olyan zenemű szülessen, amit valószínűleg, amíg lesz emberiség, a koncerttermekben mindig játszani fognak. Valami elvétetett, ugyanakkor megadatott neki. A zene világán keresztül. Valahogy így volt 2000 évvel ezelőtt Európa, pontosabban sok minden megvolt, de valami hiányzott. És egy makedón ember azt kéri Páléktól, hogy jöjj át és légy segítségünkre. A felolvasott igerésznek a végén a Szentíró, valószínűleg Lukács, azt mondja, hogy ezután megértettük. Ezután megértettük, hogy mi az Isten szándéka és mi az Isten akarata. A következő perikópát holnap, ha tetszene kezdeni olvasni, akkor a folytatásból kiderül, hogy nem sokára hajóra szállnak, és a Dardanellák tengerszoroson átkelnek az európai kontinensre, és megérkeznek Makedóniába. Megérkeznek majd Filippibe, ahol a mi ismereteink szerint, név szerint tudunk az első keresztjén emberről, úgy hívták, hogy Lídia, egy bíborárus asszony, aztán mennek tovább Tesszalonikába, aztán az akkori szellemi világ fővárosába is megérkeznek Pálék Aténba, aztán pedig Korintusba, és végül is egy idő után Pál majd megérkezik a birodalom fővárosába, Rómába is. De igazából tetszenek tudni, nem az a legfontosabb, hogy néhány ágról szakadt, akik valószínűleg az apostolok lován közlekedtek, egészen konkrétan gyalog, megérkeznek Európába. Ettől még olyan sok minden nem változott volna meg. Azonban a lényeg az, hogy velük együtt megérkezik Jézus Krisztus is. És a dolgoknak a lényege itt van. Hogy ők nem magukat hozzák. Nem magukat kínálják itt Európában. Nem a saját portékájukat szeretnék eladni. Ez ebben a világban történik. Itt a legtöbb helyen, a legtöbb szinten a maga portékáját akarja az ember eladni. Itt az Úr Jézus Krisztus az, akit hoznak, és akik velük megy, és aki velük megy. De lehet, hogy úgy pontosabb, hogy előttük jár. Pál apostol azt írja a római levélben, hogy ez a világ vajúdik és gyötrődik, és várja az Isten fiainak a megjelenését. Azok, akik a Krisztus hangját keresik, akik a lélek vezetésének alárendelik magukat, és bár nem tudják, hogy mi minden fog velük történni, tessenek tovább olvasni, egészen konkrétan Filippiben megbotozzák őket, és börtönbe vetik, és nagyon sok megpróbáltatás vál még rájuk, de hozzák az Úr Jézus Krisztust, és Jézus Krisztusnak az evangéliumát.
mit hoznak Jézus Krisztussal, amiről Pál beszél a római levélben. A belső békességet. Azt a békességet, amit ez a világ soha nem tud megadni. Azt a békességet, amit a hívő ember akkor kap meg, amikor átéli azt, hogy az Isten az ő fiában igent mondott rá, elfogadta, és megbocsátotta a bűneit. Hozzák Pálék azt a szabadságot, azt a benső szabadságot, hogy bármi jön és bármi történik. Én akkor is tudom, hiszem és vallom, hogy mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. És hozzák azt a szeretetet, ami a Krisztus szeretete, ami nem kirekesztő, ami nem személy válogató, hanem azt a feltétlen szeretetet, hogy az Úristen mindent és mindenkit alapvetően szeretne, szeret, és azt szeretné, hogyha az ember őhozzá térjen, benne békességet, megnyugvást, szabadságot nyerjen. Pálék megértették, és átjöttek Európába. Azzal zárom a mondani valómat, és ezt igazából már én nem szeretném kifejteni, szeretett testvéreim. Én azt gondolom, hogy mindnyájan, még akkor is, hogyha esetleg szűkebb szegmensekben tájékozódunk, azért érezzük, akár a kontinens méretében, vagy a kontinens összefüggésében, de akár csak a magyar társadalomnak az összefüggésében, hogy ennek a makedón férfinak a kérése az a mi kérésünk is lehet. Hogy tudnék, Krisztus szent lelke és evangéliuma jöjj, és járját bennünket. Mert nekünk is nagyok a hiátusaink, a mi moralitásunkkal is azt gondolom, hogy jócskán vannak problémák, és sok mindent el lehetne mondani, és várjuk, és kérjük, és imádkozzuk, és adja Isten, hogy befogadjuk, és újból megerősödjünk abban a hitben és abban az elköteleződésben, amit az evangélium hirdetése gerjeszt a szívünkben. Hogy az Istennek legyen a dicsőség, és az életünk odaszállása pedig az övé. Ez a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Az ilyen lélektől vezetett, Krisztust hordozó és gyümölcsöket termő Isten fiakat várja ez a világ. Adja mi Urunk, hogy ilyenek lehessünk. Amen. A 372. dicséretnek az első és hatodik versével válaszoljunk az elhangzottakra. Így kezdődik az ének. Könyörögjünk az Isten szent lelkének. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, vigye el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akaratját. Válasz minket magadnak élő templomul, vigyed mi könyörgésünket szent áldozatul. Vedd ki már e világot akár gozadból, engedj igaz hitben való kimulvást e világból. Urunk, amit nem csak énekben, hanem szóban is kérünk, hogy utaid mutasd meg,
hogy el ne tévejedjünk. Add nekünk, Urunk, a Te igédet, ami az igazság, amely az életre vezető út, amiben a békesség, a vigasztalás és az erő van. Add, Urunk, a Te bennünket megszentelő lelkedet, hogy ez a lélek az igét valóban úgy termékenyítse meg az életünkbe, hogy az üresen ne térjen vissza Te hozzád, hanem teremje meg a maga jó gyümölcseit. Urunk, köszönjük azt a bíztatást és azt a bátorítást, amit a mai igéből vehettünk, hogy akkor is, amikor az emberi közösségekben, adott esetben gyülekezetekben támadnak feszültségek, Te akkor is azokkal, akik hűek hozzád, és akik tudnak feléd fordulni, imádkozni, és tudnak másokat hordozni, azok nem maradnak egyedül, azokhoz eljössz. És lehet, hogy bizonyos ajtók zárva maradnak, vagy bezárulnak. És lehet, hogy kiderül dolgokról, hogy az nem a mi útunk. De adj nekünk, Urunk, arra készséget és érzékenységet, hogy meghalljuk a Te hangodat, és a hangon keresztül tudjuk tartani azt az irányt, amit Te mutatsz mi nékünk. Úr Jézus Krisztus, Te vagy a mi őriző pásztorunk, aki a Zsoltár szerint előtte jársz a Te népednek. Bocsásd meg, hogyha mi megpróbálunk Téged beelőzni, bocsásd meg, hogyha nem a Te hangodat követjük, hanem csalfa szirén hangokat, amelyek eltávolítanának tőled, erősíts bennünket, hogy mi mindig meg tudjunk maradni benne, melletted és benned. És Urunk, úgy, mint az egykori európaiaknak, ez is az igazsághoz tartozik, nekünk is vannak szükségeink, és bennünk is vannak hiányok. És mi is kérjük most is, hogy légy a mi segítségünkre. Add a Te igédet, és áld meg ezt az igét. Add, hogy Krisztus tisztán és világosan hirdettessék. Imádkozunk a lélek erejéért, áradásáért, hogy az evangélium megszólítson embereket. Lehet, hogy nem úgy kell nekünk tanítványoknak lennünk, mint az egykori apostoloknak, városról városra járva, de Te készítsd el azokat az utakat, amihez oda, amin keresztül oda érhetünk egymáshoz, a másik emberhez, hogy tanúbizonyságot tegyünk az egyedül élő és igaz Istenről. Köszönjük, Urunk, hogy Te szólsz, erősíted és bátorítod a Tiédet. Add, hogy a Krisztus seregének alázatos, benned hívő, a testvériséget hordozó és vállaló tagjai lehessünk. Ebben a küldetésünkben áldj, erősíts és szentelj meg a ránk következendő héten. Nem csak magunkért imádkozunk, hanem minden keresztjén testvérért. Add, hogy az evangélium, bár lehet, hogy elhalkul, de soha el ne némuljon ezen a kontinensen. Add, hogy hűek tudjunk maradni Te hozzád. Amen. Együtt mondjuk a jézusi imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami mennyei atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk most és mindörökké. Amen. Tessenek helyet foglalni.
Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, az Isten tiszteleti rendet hirdettem, délután 5 órakor tartunk Isten tiszteletet, szerdán bibliaórát, mához egy hétre Isten tiszteleteket a szokott időben hirdetem, hogy mához 2 hétre, tehát június 13-án lesz a hittan évzáró Isten tiszteletünk. Ahogy ezt az elmúlt hétvégén pünköst hetében, pünköst ünnepén hirdettem, a gyülekezetünk szeretne egy elektronikus hírlevelet elindítani. Akik igénylik, kérik, azoknak természetesen egy nyilatkozatot ki kell tölteni adatvédelmi okok miatt, és akik ezt kitöltötték, visszahozzák itt az úgynevezett Mózes padban, a lelkészi padban, egy kosárba tudják elhelyezni, ajánlom a testvérek szíves figyelmébe ezt a lehetőséget, a gyülekezeti aktualitásokat szeretnénk majd e hírlevélen keresztül továbbítani. Ahogy az elmúlt 2 vasárnap hirdettem, az Isten tiszteletet követően egyből, szeretett testvéreim, presbiter választást tartunk. Ismételten elmondom a fájdalmunkat, hogy ennek az évnek az elején elveszítettük Barna Béláné Lídia testvérünket, aki mintegy csak nem 30 éven keresztül volt ennek a gyülekezetnek a presbitere és a gondnok helyettese. Ezzel a 12 fős presbitérium egy fővel rövidebb lett, és szükségessé vált, hogy ezt a presbiteri tisztséget betöltsük. Amint hirdettem, a presbitérium egyhangulag dr. Vujicsára Valériát jelöli a megüresedett presbiteri tisztségre. Engedtessék meg, hogy néhány szót hadd mondjak a presbiter jelölt asszonyról. Ha megengedik, akkor némi kis személyességet is hadd vigyek a dologba. Ha baj a Szent Istvánon, az ottani római katolikus közösségben azt hirdetnék ki, hogy a képviselő testületbe egy Vujic nevű embert szeretnének delegálni, akkor ott mindenki természetességgel venni ezt tudomásul, hogy tudnilik a bunyevácok közül valakit behívnak ebbe a testületbe. De az, hogy a református gyülekezetbe valakit ilyen vezeték névvel presbiternek válasszanak, ez talán nem annyira magától értetődő. Most az ő családi vonatkozásáról annyit szeretnék elmondani, hogy a szülei vegyes házasságban éltek, az apai fél volt a római katolikus, az anyai fél pedig a református. És igazából a Vali, mint nagyon sokan ebben a gyülekezetben, gyakorlatilag abból a családi református közösségből, vagy abból a háttérből, abból a környezetből jön, és lett most már azért, mint bajai lakos évtizedek óta előbb formálisan, aztán most egy néhány éve ennek a gyülekezetnek a tényleges tagja is. Amit én fontosnak tartok megemlíteni, hogy ő az egyház megyében is egy fontos tisztséget tölt be, sokszor segíti a munkámat azzal, hogy jogtanácsosa az egyház megyének. És én azt gondolom, hogy adott esetben, hogyha a presbitériumban van egy jogi végzettséggel bíró személy, az mindenféleképpen javunkra válik, még akkor is, hogyha hála Istennek, nekünk általában nem kell a bíróságra mennünk, de adott esetben szerződések, megállapodások, bármi jogi természetű dolog esetében ez célszerűnek látszik. Talán még csak annyit, hogy én azt gondolom őróla is, mint a legtöbbünkről, itt ebben a templomban, ebben saját magamat is beleértem, hogy valahogy úgy van, hogy az Isten szól hozzánk, és az Isten hangja megérint bennünket. És az a jó, hogyha minél többször meghalljuk ezt az isteni hangot, és engedünk neki. És engedjük, hogy az Isten formálja az életünket. És hogy elvégezze azt, hogy az életünk végén valahogy úgy, mint az emlegetett Beethoven, halljuk a hangot. Belül világosan és tisztán. És az elég, az mindenhez elég. Ebben a földi életben. Jó szívvel ajánlom a testvérek szíves figyelmébe. Azt kérem nagyon nagy szeretettel, hogy a záró ének után tessenek bent maradni a gyülekezet tagjai. Elő van készítve a szavazólap. Ide tetszenek járulni, megkapják a szavazólapot. A presbiteri jegyzőasszony, a gondnok úr itt lesz, és egy presbiter úr. Én azt gondolom, hogy néhány perc alatt ezt a választást le lehet bonyolítani. Én a megértését kérem a gyülekezetnek,
nagyon sokszor, most is, május utolsó vasárnapján, én a záróének után elköszönök, illetve most köszönök el, és utána elmegyek, átmegyek a zsinagógába, mert ott szeretnék még néhány szót szólni azokhoz, akik ott emlékeznek arra, hogy mi történt 1944-ben. A záróénekünk a 241. dicséret, végig énekeljük mind a négy verszakával, Szent vagy örökké, Atya, Úristen!